Kulturális és szórakoztató programok tették teljessé a vasárnapot Gyula belvárosában. Ünnepi fénybe öltözött városunk. Több más mellett az ünnep fényeiről és a várni tudás nehézségéről beszélt vasárnap este a Harukken téren rendezett városi adventi ünnepségen Görgényi Ernő. Gyula polgármestere úgy fogalmazott, az adventi várakozás a remény felindítását jelenti. A karácsony csodájához az is hozzájárul, hogy ez nem egy valaki vagy valami elleni ünnep. Nem egy háború vagy forradalom győzelmét idézi, amelynél mellékhangként mindig ott kísért a legyőzöttek sóhaja. Nem is valami hős halálát idéző gyászünnep, amelyben ott bujkál a gyilkos iránti harag. Nem is a tavaszt, az aratást vagy a szüretet dicsérő természeti ünnep, amelyekbe az a gondolat lopakodik be, hogy a tavaszra majd egyszer jön a tél, a begyűjtött termés pedig elfogy valamikor. Hanem ez az ünnep a legnemesebb érzés ünnepe, a szereteté. A szereteté, ami, mint tudjuk, azon kevés dolog közé tartozik, ami nem fogy el, hanem ellenkezőleg éppen gyarapodik attól, ha másoknak is adunk belőle. Lehet, hogy kívül hideg van, de a szívekben lehet melegség. Merényi Zoltán baptista lelkipásztor arról beszélt, hogy a világban sok nehézség van, a sötétség körülvesz bennünket, és néha a lelkünkre is ráül, de Krisztus világossága fény gyújthat benne. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Pápai Attila evangélikus lelkipásztor azt mondta, olyan ez az időszak karácsony előtt, mint a hajnal, vagyis már lehet tudni, hogy hamarosan vége az éjszakának, Isten úton van hozzánk. Mindenkinek megvannak a maga szokásai, elgondolásai arra, hogy hogyan készül az ünnepre, hogy mit vár karácsonytól, hogy mit él meg ebben az időszakban. Az advent szinte minden embernek mást jelent, mondta Barát János. A református lelkipásztor arról beszélt, hogy ez az időszak egyre nagyobb terhet jelent az embereknek, hiszen a mit vegyek időszakává vált, pedig a legnagyobb dolog az, ha önmagunkat tudjuk adni. Ez a jó néhány hetes időszak többek között arra ad lehetőséget mindenkinek, hogy nagyobb odafigyeléssel készítsük fel elsősorban saját szívünket. Márk Tivada, román ortodox lelkipásztor emlékeztetett, a keleti egyházban már november közepén megkezdődött a karácsonyt megelőző 6-7-es böjti időszak. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy próbáljunk megnyílni és nagyobb odafigyeléssel felkészülni, segítsük a körülöttünk élőket. Nem elég csupán a koszorún meggyújtani a fényt, hanem meg kell gyújtanunk a mi szívünkben is, hogy Krisztus fényében járhassunk. Nem elég a koszorún meggyújtani a lángot, a szívünkben is meg kell gyújtanunk azt, hangsúlyozta Kovács Péter, római katolikus esperes plébános békési püspöki helynök, aki megáldotta a város adventi koszorúját. Az adventi koszorún az első gyertyát Görgényi Ernő polgármester gyújtotta meg.